Elsőként szeretném megkérni dr. Palkovics László, innovációs és technológiai minisztert, hogy nyissa meg magát a rendezvényt, a Tech Together versenyt, és utána pedig leülünk majd egy kerekasztal beszélgetésre. Miniszter úr, át is adom a szót. Köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy én az autóipari hasonló technológiai versenyekkel szerintem 2000-es évek elején szembesültem, amikor az itt ülő Bári Gergő így beoldalgott a szobámba, és mondta, hogy van egy Formula Student nevezetű valami, és hogy azt támogatni kellene, mert hogy ez egy fontos dolog, mondtam neki, azonnal menjen ki, inkább a doktoriát írja, azt nem írta meg azóta sem, viszont a Formula Student verseny az Magyarországon létjogosultságot nyert, tehát az ilyen típusú technológiai versenyeket nekem is át kell gondolnom, hogy ezeknek abszolút értelme van, ezt mutatja azt is egyébként, hogy az itt lévő csapatok ezt majd hamarosan be fogják mutatni. Amit hozzá szeretnék tenni, hogy bár a minisztériumnak alapvetően három dolga van, jogszabályt alkotni, stratégiát csinálni, meg néhány dolgot finanszírozni, de itt lett egy negyedik dolgunk a Magyar Autó és Motorsport különböző szervezetének a létrehozásával. Egyik ilyen a HUMDA nevezetű szervezet. Úgy tűnik, hogy a HUMDA az elmúlt nagyon rövid időben, nem több mint egy évben kivezve jó pozícionálta magát, úgyhogy a minisztérium megjelent itt is, tehát bedifundált ebbe a dologba. Sok sikert kívánok mindenkinek ez a mai rendezvényhez, és itt lesz egy beszélgetés, majd megpróbálunk néhány okos gondolatot megosztani, úgyhogy mindenkinek sok sikert és jó versenyzést kívánok. Nagyon szépen köszönjük. És akkor kezdetét is venné az első beszélgetés. Csatlakozott hozzánk még Bári Gergely, a Honda Lab Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója. Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önt is. A miniszter úrhoz lenne az első kérdésem, hogy az Automotive Hungary a szakma ünnepe? Ezt jól mondom? Igen, az előbb nyitottam meg, és azt mondtam pont, hogy tavaly nem tudtuk megszervezni, hogy ez 10 éve létezik ez a rendezvény. Szerintem erre már úgy vártunk, tehát ez egy jó érzés, hogy újra autós rendezvényt lehet szervezni. Remélhetőleg most már azért ezt a vírus jövőre nem fogja gátolni, úgyhogy ha úgy tetszik, akkor igen, ez a szakma egyik ünnepe. Szerencsé, hogy meg lehetett rendezni. Jól gondolom, hogy a magyar mérnöki tudás és leleményesség az abszolút az alappillérje a magyar autó- és motorsportnak. Hát a magyar autóiparnak, ugye általában az autóiparnak annak a részének különösen, ami ugye termékfejlesztéssel foglalkozik. Az emberek azért lesznek autós mérnökök, ma autót akarnak tervezni, és azért lettem az. Autót ugye nem terveztem, sok minden mást igen. És hát ilyen értelemben a magának az autóversenyzés, az pedig ennek a folyamatnak a teteje, hiszen amit itt ki lehet próbálni, abból előbb-utóbb azért valamilyen módon majd megjelenik termékként, rendszerként, ami egyébként majd az autóba épül. Tehát ilyen értelemben igen. Tehát a kreativitás, a mérnök, a kreativitás az itt látszik először, aztán majd megy szépen tovább más területekre. Hogyan tud az autó motorsport olyan ügyeket felvállalni, ami az egész társadalomnak jobb lesz, amitől az egész társadalomnak jobb lesz? Ugye az autó motorsport, különösen ami a belső égésű motorokkal történő versenyzőt jelenti, ez egy kicsit megosztóvá vált az utóbbi 10-15 évben. És én Jean Totton keresztül értettem meg, tőle tanultam azt meg, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet fenntarthatóvá tenni. Ugye akik itt ülnek valószínűleg a belső égésű motorokhoz pont olyan viszonyt képeznek, mint én, bár most elektromos járművekről lesz szó. Hogy lehet ezt jövőn is eladhatóvá tenni? De hozzá kell tenni két dolgot. Az egyik, ami logikusan kapcsolódik az automotorversenyzéshez, ez a közlekedés biztonsága. Nem véletlen az egyébként, hogy Forma 1-es versenyzők a Forma 1-es versenyek előtt, között, alatt folyamatosan megjelennek valamilyen formában, hogy a versenypályán menjél nagy sebességgel, ne az autópályán, ne használd a telefonodat. Tehát hozzá lehet kapcsolni a közlekedés biztonság ügyét. Egyébként a HUMDA ezt nagyon komolyan veszi, és az elmúlt időszaknak a rendezvényein pont ezt próbáltuk kiemelni. A másik, amit szintén Zsantótól látunk, az pedig az egyéb alternatív hajtásrendszereknek a kérdése, hogy bár versenyezni lehet mással is, mint belső égésű motorral, nem annyira tetszik nekünk, szeretjük a hangját a belső égésű motornak, de speciál elektromos hajtású járművekkel is lehet versenyezni, az pont olyan technológiai kihívás jelent, ugyanilyen technológiai kihívás jelentenek mondjuk a szintetikus üzemanyagok, ami a belső égésű motorba felhasználása, vagy esetleg majd a hidrogén valamilyen formában, és sok lehetőség van. Tehát hozzá lehet kapcsolni a versenyzéshez egy sor dolgot, ami egyébként ennek a csúnya szóval társadalmasítását fogja jelenteni. Csak azért,
hogy mi mindent kapcsolunk hozzá. Példa, hogy a Humda 6300 sisakot ajándékozott a kenyai motorosoknak. Ugye miközben van a Humdának Kenyához, meg a kenyai motorosokhoz. Ugye Zsant ott indított egy olyan akciót, hogy megengedhető már, mint árban megengedhető, biztonságos sisakot adjunk azoknak az országoknak, a motorosainak, akik egyébként motorozni szeretnek, most mindenki szeret, viszont nem használnak sisakot, ezért aztán a balesetben megsérülnek. És hát itt például egy nagyon jó példa arra, hogy nem került borzalmasan sokba, valószínűleg fogunk még ilyet tenni, hogy 6300 sisakkal elmentünk Kenyába, a VRC-nek a rajtjához, és a kenyai elnöknek átadtuk ezeket a sisakokat. Van képünk a kenyai elnökkel, Kenyatta elnök úrra, ahol ugyanilyen sisakba fogunk kezet, és ott látható módon nagyon komoly respektet szerzett Magyarország, minden mással is lehetne egyébként. De speciál ezzel a 6300 sisakkal, azon túl, hogy hasznos dolgot cselekedtünk, hiszen remélhetőleg 6300 ember fogja ezt viselni, és mondjuk nem sérül meg nagyon egy balesetben. Azon túl egyébként építettünk egy ilyenfajta viszonyt. Szerintem most én az elnököt bármikor fölhívhatom, és valószínűleg tudok vele beszélni néhány percen belül. És akkor fordulnék az ügyvezető úrhoz is, hiszen talán kapcsolódik ide az előző kérdéshez, hogy a Humda Lab, az tulajdonképpen miért is jött létre, mi a célkitűzés? Hát ahogy miniszter úr említette, a motorsportoknak a köntösét, hívószavait a fiatalok számára nagyon fontos pozícionálni. Én azt gondolom, hogy ezek a technikai fejlesztések, amiket a Humda Lab felkarol, és amiket a esernyő alá von, azok nagyon jól támogatják ezeket a célokat. Milyen technikai fejlesztések ezek? A Humda Lab programjában alapvetően három témakört található meg. Foglalkozunk háttérkutatással, aminek a keretében önvezető járműveket próbálunk a versenypályákon megjeleníteni, tehát önvezető versenyautót, vagy robotpilótát, attól függ, hogy nevezzük, próbálunk megfejleszteni. Vannak a már említett alternatív hajtástok témakörébe sorolódó kutatásaink és fejlesztéseink. Itt például a hidrogénhajtások versenypályákon való megjelenítését, vagy a már említett elektromos hajtások versenypályákon való bevezetését próbáljuk meg magunk alá vonni. Ha már a versenypályák szóba kerültek, akkor egy kicsit kanyarodjunk át a MotoGP-hez, hiszen talán ez is érdekes téma lehet, hiszen Hajdúnáláson pálya épül. Hogy áll ez most, és hogyan kapcsolódik ez ide? Ott ugyanezt az elvet követtünk, mint általában az automotor versenyeknél, hogy az a versenypálya, amit építünk, az nem egy célú, tehát nem csak motorversenyzésre vagy automotor versenyzésre alkalmas, ugye erre készül, hiszen amikor elkészül, akkor a világ talán legizgalmasabb MotoGP pályája lesz, ugye ahogy ezt megértettük. Egy versenypálya az nem csak arról szól, hogy megyünk rajta nagyon gyorsan, mennyire technikás, mennyire biztonságos, na így ilyen pályát építünk. Az előkészítő munkátok zajlanak, a pályának a tervei megvannak, ezt egy kicsit most még tovább tervezünk. A különböző területeknek az összeállítása történik, és ahogy terveztük, MotoGP versenyt fogunk rendezni, illetve hát most már tárgyalunk egy másik típusú versenyt illetően is. Ami a pályának az egyéb hasznosítását jelenti, ugye időközben az történt, hogy Magyarországon Győr, Budapest, Kecskemét mellett épül az ország harmadik autóipari központja. Ez Debrecent jelenteni, nem csak a BMW, hanem a Tiszen Group, a Continental, meg még sokan mások mentek oda. Ezért megindult a Debreceni Egyetem és a járműmérnök, az autós mérnökképzés, akinek szintén szüksége van bizonyos feltételekre. Na, például a hajdúnálási pálya az a Debreceni Egyetem képzésének a dinamikus járművekkel kapcsolatos tanulmányit ott lehet végezni, tehát a pálya az kapcsolódik részben az egyetemi oktatáshoz, részben ugyanezt a pályát fogjuk használni különböző olyan képzésekre, amiről itt is majd lesz szó. Onnétől kezdődően, hogy kisgyerekek elektromos gokarttal egészen odáig, hogy hát a MotoGP-re felkészítő versenyeket is ott fogjuk, vagy edzéseket is ott fogjuk tartani. Úgyhogy halad erőre. A pályának a terveit azt hiszem még nem mutattuk be teljesen, de nagyon impresszíven néznek ki, tehát ami ott létre fog jönni, az azt gondolom, hogy egy kategóriáját tekintve az alaegerszegi tesztpályának megfelelő szintű versenypálya lesz. Nagyon kíváncsian várjuk már. Egy picit beszéljünk még a mérnökökről, hiszen több fiatal mérnök, hallgató, illetve mérnök ül itt köztünk. Nagyon jó azt látni, legalábbis én azt gondolom, hogy a Pio LTCR-ben is vannak magyar mérnökök, sőt, Lando Norrisnak is van magyar mérnöke, hogy a magyar mérnökök megállják mindenhol a helyüket a világban?
A jó magyar mérnökök megállják mindenhol a helyüket a világban, a hasonló versenyek pedig pont ennek a szűrését segítik, én azt gondolom. Úgyhogy mindenkinek, aki jó magyar mérnök szeretne lenni a világban, jól kell szerepelni a hasonló versenyeken. Abszolút ez teljes mértékben igaz. Én is nagyon büszke vagyok arra, hogy az ETCR-ban, a Pure ETCR-ban ezt az elektromos hajtásláncot, amit az elmúlt években fejleszgettünk, és ebben az évben már az első sikeres szezonját teljesítette. Itt magyar csapattal dolgozhattam, és a széria vezetői, tulajdonosai bizalmat szavaztak a magyar mérnököknek rajtam keresztül. Úgyhogy abszolút a magyar elme, a magyar mérnöki elme azt gondolom megállja a helyét a világban. Miniszter úr, minek köszönhető az, hogy a magyar mérnökök ennyire sikeresek tudnak lenni? Hát elsősorban szerintem jó a képzésünk, tehát egy fontos dolog az egyetemeinken. Én azt hiszem, hogy a járműmérnökképzés általában kifejezetten magas színvonal. Ugye a járműmérnökképzés több mindent tartalmaz, most mindenki autós mérnök akar lenni, és kevés akar vasutas, és most még kevesebb repülős mérnök. De ezt majd azért át kell gondolni egy idő után, mert az a helyzet, hogy a vasúti technológiák azok legalább annyira érdekes és izgalmasak, mint az autós technológiák. De mindegy, tehát szerintem jó a mérnökképzésünk, és szerintem az a környezet, ami Magyarországon az autóiparban kialakult, az autóipari vállalatok, a gyártás, most azt mondjuk, hogy azért nem semmi cégek vannak Magyarországon, tehát ide nem a Tesla jött, hanem a BMW, szerintem egy jobb megoldást jelentett, és a többiek is, akik itt vannak, Audi, Mercedes, Suzuki, ők mind nagyon magas technológiai színvonalat képviselnek. Ez óhatatlanul attraktív a fiatal emberek számára, ezért akarnak mérnökök, ezért akarnak autós mérnökök lenni. De ide tartoznak egyébként, ami az attraktivitását jelenti, azok a versenyek, amik például majd most itt fogunk látni, de ide tartozik a Formula Student verseny, ennek különböző változatai. Tehát valahol úgy tudatosan készülünk arra, hogy legyenek jó mérnökök. És hát a hagyományok, meg a történelmünk szintén egy nagyon fontos dolog. Szóval a járműipar területén nagyon sokan pozícionálták magukat, nem csak itthon, hanem külföldön is. Azt hiszem, itt mindenki a Gallam József nevét ismeri. Tehát, szóval csomóan vannak, akik megjelentek. Knezsik úr szokott erről különböző rendezvényeket tartani, magyarok a világ autógyártásába. De tehát ez is azt mutatja, hogy érdemes ilyen típusú mérnöknek lenni. És hát én még nem találkoztam olyannal, aki megbánta volna, hogy Magyarországon autós mérnökként végzett, aztán vagy itt helyezkedett el, vagy valahol a világ különböző részein. De szerintem ez egy ilyenfajta terület. Én reméljük, hogy akkor nem is találkozunk olyan mérnökkel, aki megbánta, vagy megbánna egyszer. Hát bízunk benne, hogy nem. Az egyetemeknek egyébként az egyik kudarca, úgyhogy. Ha már szóba jött itt a BMW, ugye Magyarország 2050-re klímasemleges országgá szeretne válni. Ezek nélkül, a cégek nélkül, illetve az itt lévő emberek nélkül ez nehezen benne, jól gondolom? Hát ugye a klímasemlegesség az egy összetett dolog, ennek nyilván a közlekedés, illetve a járművek az egyik komoly eleme, nagyjából Magyarországon a széndioxid kibocsátás 20%-a az a közlekedésből származik, ez igaz egyébként Európára is, tehát ebben nagyon komoly szerepe lesz a járműiparnak. Pont az előbb mondtam azt, hogy borzalmasan érdekes időket élünk most, ami a járműipar technológia váltását jelenti, ugyanis az elmúlt 4 évet, ha végignézzük, ilyen éves váltásban jelentek meg, és vetődtek el újabb technológiák. 4 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy csak fedélzeten tárolt, tehát akkumulátorba tárolt energiával hajtott villamoshajtásokról beszélünk. Aztán megjelent egy kicsit üzemanyagcella, most visszatértünk megint egy kicsit, már lehet újra beszélni a szintetikus üzemanyagokról, aztán újra lehet beszélni valamilyen formában, majd a hidrogénnek, mint belsőgésű motorba történő hajtóanyagnak az alkalmazására, ezt is elvetettük. Hát a Gergőikkel volt egy projektünk, ami egy nitrogénoxid szivattyút sikerült nekik összehozni, vagy pumpát sikerült nekik összehozni egy belső égésű hidrogénhajtású motorra. Aztán ezek megint újra megjelentek. Szóval még ez nem dőlt el, hogy mi lesz a jó irány. Az biztos, hogy a közlekedésben kifejezetten komoly szerepe lesz. A belső égésű motor szerepe sem dőlt el, tehát ha úgy megnézünk reálisan, mondjuk egy elektrolízis, aztán utána a hidrogéntárolás, hidrogént visszalakítjuk mondjuk elektromos energiává, hogy ennek a folyamatnak milyen a hatásfoka, és mondjuk milyen egy belső égésű motor ugyanerre számított hatásfoka, akkor belső
és a motor fog nyerni. Tehát nem csak arról van szó, hogy mit bocsát ki, hanem hogy mennyi energiát használunk föl, mennyit veszítünk el. És ugye azért a mostani energiakrízis az nem alapvetően az energiahordozók típusától, fosszilis, nem fosszilistól okozott gondot, hanem hogy nincs, elfogyott. Tehát azért nagyon sok mindent meg kell fontolni. Na, a járműipar is szerintem ebbe az irányba lehet, hogy ezt át fogjuk gondolni. Mondom, 4 évvel ezelőtt szitokszó volt a szintetikus üzemanyag, most meg újra fölvettük, és hát nagy országok nem írták alá a glasgowi megállapodást, akik autóiparral rendelkeznek, csak ilyen apró országról van szó, mint Kína, Amerika, Németország, mert azt mondják, hogy a szintetikus üzemanyagoknak annak jövője van. Na most szóval innétől kezdődően aztán újra minden tét az asztalon van, újra el kell döntenünk, hogy mi lesz. Hogyha már akkor az irányokat nézzük, ez lehet az új a hidrogén? A versenypályákon mindenképp, tehát ott is főleg a belső égési motorban elégetett hidrogén az első lépés jelenleg úgy tűnik, és hát a Honda Lab tervez ilyen fejlesztéseket és programokat. Azt, hogy a közúton mi fog történni, én ezt most jelenleg nem tippelném meg, nálam sokkal okosabbak ezt szerintem meg tudják tenni. 2008-ban a nagy gazdasági válság idején az egyik legnagyobb kár vallott az autó és a motorsport volt, legalábbis én így emlékszem. Most mi a helyzet? Ez a mostani válság, ez lényegesen különbözik a 2008-astól. Ha mondjuk lehet ezeket összehasonlítani, az egy strukturális típusú válság volt, ennek aztán az lett a következménye, hogy nagyon lassan láboltunk ki abból a válságból. Ugye a mostani válság, ez egy vírus okozta bizalmi válság. Itt közgazdászok ugyanúgy ismerik ezt a V-alakú visszapattanást, de még nem nagyon láttak ilyet. Na most ehhez képest ugye ezt most produkáltuk a magyar gazdaság mindenképpen, tehát gyakorlatilag a magyar gazdaság most ott tart, mint a vírus helyzet előtt, tehát ugyanazt a pályát folytatjuk, ugye alatta vagyunk annak, mint ahova juthattunk volna, de elértük a vírus előtti szintet. Tehát igazán egy másfajta válság volt. Én azt gondolom, ahogy végignézzük itt a kormánynak az elmúlt ilyen típusú döntéseit, legyen ez a MotoGP pálya építése, legyen ez a Hungaroringnek a lényeges felújítása, amiről szintén hamarosan dönteni fogunk, a MotoGP-re vonatkozó szerződés megkötése, a Forma 1-es verseny, ahol tavaly nem arról beszéltünk, hogy szervezünk-e versenyt, hanem hogy egyet vagy kettőt szervezünk. Tehát mi felajánlottuk azt, hogy a nagy díj, tehát Hungaroring nagy díj mellett, hogyha valamelyik európai ország nem akarja megszervezni, akkor megszervezzük helyette. Tehát én azt gondolom, hogy igazán így az automotorsport, amit a állam részéről látok, ennek semmiképpen nem volt kárvallotja. Nyilván a nézők igen, tehát az, hogy nem lehetett kimenni, az nem volt egy túl szerencsés dolog, de néhány megoldás viszont megjelent, közvetítsük mondjuk egy 5G-s hálózaton keresztül valamilyen formában azokat a látványelemeket, amit egyébként normálisan még a kilátóról sem látnánk, és akkor ezzel meg lehet oldani a dolgot. Egy csomó mindent előre vitt a válság, tehát szerintem az automotorsport ilyen értelemben nem károsult ebbe. Persze lehet, hogy a csapatoknak a finanszírozása egyéb más, az lehet, hogy rossz irányba alatt. Tehát mi meg ez alatt létrehoztuk a Hundát, létrehoztuk a Honda Labet, tehát ilyen értelemben mondjuk egy csomó ide haladt előre. És hogyha azt kérdezném, hogy 5-10 év múlva hol lehet a magyar autósport? Hát nem csinálnánk ezt a sok mindent, hogyha nem azt gondolnánk, hogy ott már ne csak úgy járjunk hozzá az autósporthoz, hogy versenypályát működtetünk, meg versenyeket hozunk ide, hanem hogy vannak magyar versenyzők is. Tehát mindenképpen célunk az, hogy azokban a versenyekben, ami Magyarországon jellemző, abban legyenek a meglévők mellett, tehát Talmácsi Gábor, Norbi mellett legyenek további bajnokaink, legyen magyar MotoGP bajnok, és hát a Forma 1-et sem adnánk föl, az egy kicsit hosszabb folyamatot voltak próbálkozásaink. Az lehet, hogy egy kicsit más megközelítést jelent, de azt sem adtuk föl egyébként, hogy Forma 1-es csapatokat Magyarországra hozzunk, ők is megfontolnak egy csomó minden. Tehát nem véletlen építjük például a Hungaroringen azt a környezetet, ami mondjuk egy ipari park jellegű környezetet jelent, ahova például lehet ilyet hozni, és dolgozunk rajta. Szeretnénk igen Forma 1-es versenyzőt is, maradjuk ennél. Na pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy kacérkodhatunk a gondolattal, hogy mondjuk magyar versenyző a Forma 1-ben? Hát mindenképpen volt már ilyen, egyszer egy rövid ideig, de az már egy jó kezdő lépés volt. Igen, mindenképpen szeretnénk, hogyha ebben az irányban tudnánk haladni. De maradjuk, hogy magyar versenyző a Forma 1-ben. Ügyvezető úrhoz fordulok, hogy olvastam őről egyszer, hogy elsőnek talán a dízelmotor szippantotta be igazán, hogyha jól emlékszem. Aztán ment tovább az aerodinamikára ez a folyamat, és végül a futóműnél kötött ki. Na most adódik a kérdés, hogy
senki ne akarjon, nem tudom, versenymérnöki reményeket mély futóműves ismeretek nélkül? Nem gondolnám. Hál' Istennek, ha a dízelmotor be is szippantott, azért valahogy mégis itt vagyok, nem maradtam benne. De a visszatérve a kérdésre, azt gondolom, a versenymérnöki szerepkör legalábbis ott abban, amit én megismertem, annyira speciális, hogy nem feltétlenül jármű a rendszerekkel kapcsolatos elmélyült tudást igényel, hanem egyfajta gondolkodásmódot, amit az a környezet, amit a motorsportok világa jelent, hoz magával. Tehát ha valaki jó szakember, jó diák, jó gondolkodásmódja van, jó az attitűdje, akkor azt gondolom, hogy versenymérnökként bőven jó eséllyel fogja megállni a helyét. Ha valaki ebből azt hallotta volna ki, amit a Gergő mondott, hogy az elméletet nem kell megtanulni, az nem úgy van, tehát a fiatal emberek irányába azt meg kell. Ő is megtanulta egyébként, amennyire emlékszem, hogy a vizsgázott, de igen. Nem, pont ez volt a mondani valónak a lényege, hogy nagyon fontos, igen, tehát nem csak a tanulás, az helyes. Csak az, hogy milyen területen mélyül el az ember, az talán kevésbé releváns. De nem szeretnék hazabeszélni és azt mondani, hogy a futóművek mindenek felett, nyilván az én területem, szeretem, imádom, de azt gondolom bármely más tématerületben sokat tanult és elmélyült és jól vizsgázó szakemberek megjelenhetnek. Mindig érdekelt, mert megmondom őszintén, én nem mérnök vagyok, én informatikai karon végeztem, úgyhogy kicsit laikusan állok a dologhoz, hogy milyen, volt rengeteg rálátása. Dolgozott a Seatnál, BMW, Honda. Na most a versenyzők, inkább úgy kérdezem, hogy a versenyzőnek melósabb átállni egy új autóra, vagy a versenymérnöknek? Hát természetesen a versenymérnöknek mindig sokkal nehezebb dolga van, a szakembernek mindig sokkal összetettebb a szerepköre, mint a versenyzőnek, de kicsit komolyabbra fordítva azt gondolom, a versenyzőnek kilométerre van szüksége egy új járművel kapcsolatban, egy új helyzetben, és ezt kicsit így idézve, csak kilométerre van szüksége, tehát ha ő eleget tud menni a járművel, akkor az segít neki, míg a csapatnak azért és a szakembergárdának nem csak tesztpálya kilométer kell, hanem sok kutatás, háttérmunka, okoskodás, megbeszélések. Ezt gondolom egy kicsit ilyen szempontból nehezebb lehet talán egy csapatnak hozzászokni egy új környezethez, új járműhöz, új kihíváshoz. De szerencsére ma már lehet úgy a kilométereket gyűjteni versenyzőként, hogy akár az ember beül egy szimulátorba. Természetesen, bár itt azért talán érdemes megemlíteni, a szimulátorok használata a motorsportban alapvetően két irányból támogatott. Az egyik természetesen a versenyzőknek is segít abba, hogy a pályát megtanulják, hozzászokjanak, de a magasabb szinteken Forma 1-es versenyzők például nem azért ülnek szimulátorban, mert ők pályát gyakorolnak, hanem azért, mert jelenlegi technológiák mellett ők az egyetlen eleme a rendszernek, ami nem jól modellezhető. Tehát az embert sajnos bele kell rakni a mérnököknek a szimulációba. Miniszter úr, mit tanácsolna azoknak a fiataloknak, akik mindenképpen a jövőjüket az autó és a motorsportban szeretnék valamilyen szinten elképzelni? Legyen mérnök, legyen versenyző. Hát ugye alapvetően ezt tanulni kell, blőd a dolog, de el kell kezdeni ott a fizikát meg a matematikát megtanulni középiskolában, ha valaki a szakmát ambicionálja, akkor mondjuk technikumban, hogy hozzátanulja az autóismereteket. Utána pedig, hogyha versenymérnök akar lenni, a mérnök azt tartalmazza azt, hogy egyetemet azt el kell hozzá végezni, tehát el kell menni egyetemre. De az sem egyébként, hogyha mellette, és erre már számos lehetőség van, olyan cégeknél gyakorlatot szerez, akik ezzel foglalkoznak, ugye ez a duális képzés, akár középfokon, akár felsőfokon, ez mindenképpen egy jó irány, és hát muszáj szeretni az autót, meg muszáj szeretni a motort, mert anélkül az egész dolog ilyen nyögvenyelőssé válik, tehát az nem jó, tehát muszáj ezt kedvelni. Szerencsére Magyarországon van olyan lehetőség, ahol a gyakorlatot is meg tudja szerezni, és illetve az elméletet is.
Ez így van, hát gyakorlatilag minden autóipari cég, aki fejlesztéssel is foglalkozik, ott a lehetőség tárháza nagyon széles, de ezen túl egyébként az egyetemeink is egyre jobban állnak ebbe, tehát hogyha megnézzük az autós képzéssel foglalkozó egyetemeket, és mondjuk az Alegerszegen a tesztpálya és a környezetét, hát akkor ott már nagyon komoly dolog történnek. Szalai professzor úr szerintem most nincs itt, ők csináltak most egy demonstrációt, és csak az, hogy mi a mérnöki szakmának a csúcsa, bár versenymérnök is az, hogy egy M2-es BMW autonóm módban, tehát vezet nélkül driftel, és egyébként 4 darab drón pedig alakzatba követi, és ugyanazt csinálja, mint az autó. Na, aki ezt meg tudja csinálni, annál sok mindenre képes. Ügyvezető úrhoz fordulok, ugyanez a kérdés, vagy inkább úgy kérdezem, ugyanis őről azt olvastam, hogy munka, munka, munka. Köszönj, de van gyümölcse. Igen, azt gondolom, ha valakinek olyan céljai vannak, amik motiválják, és amiért szívesen tesz és megy előre, ez a fajta hozzáállás kifizetődik, és munka-munka-munkába tud torkollani. Ami nem érzünk munka-munka-munkának, hanem egyszerűen megyünk előre és élvezzük azt, hogy egyre közelebb jutunk ezekhez a célokhoz. Mi a helyzet azokkal a fiatalokkal, akik mondjuk nem rendelkeznek olyan anyagi háttérrel? Én úgy tudom, hogy a HUMDA erre programot is indított. Így van, azt a célt tűztük ki, hogy ne a családnak a pénztárcától függjön az, hogy valaki mennyire tud sikeres lenni, hanem ennek teremtsünk a feltételeit. Ugye amikor a HUMDA-t, illetve az egész autó-motorsport stratégiát összeraktuk, akkor az egyik feltétel az volt, hogy nézzük meg, hogy milyen forrásokat lehet erre fordítani. Az állam támogatásával, különböző szponzorokkal, és ezeket próbáljuk meg konszolidálni. Itt az elmúlt időszakban létrehoztunk egy zsűrit, egy testület, a motor esetében Talmácsi Gábor, ugye Mélész Norbi, aki az autók esetében, és hogyha valaki megjelenik, hogy támogassuk, akkor ők ezt el tudják dönteni, hogy milyen támogatásból részesítsük. Ez okoz néha konfliktust is, mert megjelennek olyanok is, akiket úgy gondolnak ők, hogy abban a pillanatban lehet, hogy nem érdemes támogatni máské helyette, de alapvetően a támogatásról szól a dolog, tehát adunk hozzá pénzt, meg feltételeket. Ugye itt elhangzottak különböző ügyek, ahhoz, hogyha valaki autóversenyző legyen, az is sok minden kell. Kell hozzá gyakorlóhely, tehát kell hozzá tesztpálya, ugye ebből van most már néhány, kellenek hozzá olyan eszközök, amin őt lehet ténylegesen képezni, tehát az összes telemetria, a különböző erő, nyomatékmérések, amit egyébként neki vissza lehet csatolni. Elhangzott a szimulátor, az a jó hír, hogy jövő év végén Magyarországon az Alegerszegen lesz egyébként, akkor a világ éppen legmodernebb 3D-s teljes szimulátora, ahol nem csak a haptikus elemeket lehet nézni, hanem egyébként egy jármű ugyanazt egy fékpadon leköveti, tehát az autó el fogja végezni azt, amit egyébként a szimulációban is a jármű végrehajt. Tehát ezek mind fontosak ehhez, és ne kell elmenni Ázsiába, hogy milyen olyan szimulátorokon gyakorolják ott az autóversenyzők, hogy mit jelent az oldalgyorsulás, és hogy milyen hatást gyakorol rá, hanem ezt meg lehet tenni az Alegerszegen. Tehát ebben jó irányba állunk, ezek mind kellenek hozzá, pénz, eszközök, lehetőség, ja, és kellenek hozzá a mesterek, tehát kellenek, akik ezt el tudják mondani. Tehát hogy az autóversenyzés az azért, hogy mondjam, a technológián túl az egy bonyolultabb dolog, tehát kell hozzá olyan, aki meg tudja ezt mutatni. Nekem kiváló tesztmérnök kollégámnak, Mihelis Norbi tudott Zalaegerszegen mutatni még azért újat, hogy fél másodpercet sikerült a köridő javítani, azt hiszem. Igen, ennek én is részese lehettem, pontosabban ennek a kiválasztási programnak belekóstolhattam a Mielis Norbival és a Talmácsi Gáborral egy picit, és elképesztő volt azt látni, hogy amikor felvázolták az egészet, az egész projektet, akkor azt mondtam, hogy jó, hát beülök és megcsinálom. De amikor egy Mielis Norbi csinálta meg, hát akkor nekem is fentakadt a szemem. Hát ugye az autóversenyzés az már nem arról szól, hogy valamit tudunk-e teljesíteni, hanem hogy milyen időn belül. És ott mondjuk a fél másodpercnek annak nagyon nagy jelentősége van, és fél másodperces körüdijavulás az sok mindent jelent. Tehát ott meg kell érteni, hogy kell ezt csinálni. Na ezért van nekik jelentőségük. Amit a Talmácsi a motorral, művel, én is motorozok, de hát mondjuk azért, hogy mondjam, szóval vannak még meglepetések. Tehát a fizikának a határait úgy csúrolgatjuk. Én meg tudom magyarázni mindeset, hogy miért van úgy, de megcsinálnám. Az egyik leggyorsabban fejlődő iparág, talán nem túlzás ezt állítani. Aki nem fejlődik, az lemarad és kimarad? Kicsit közhely, de igen. Tehát fejlődni kell és változni a környezetünkkel. Ez minden világ, minden helyzetben szerintem fontos. A motorsportok területén is ez van. Változik a világ, változnak a hajtások, változik az ipari környezet, és a motorsportoknak ezt követni kell. Talmácsi Gábor mondta azt nekem, hogyha ezek a dolgok lettek volna már az ő idejében, akkor könnyen lehet, hogy nem egyszeres világbajnok, hanem többszörös világbajnok.
Igen, tehát a sport most már inkább arról is szól, hogy milyen technika, technológia áll rendelkezésre. Ugye ez különösen igaz a technikai sportokban, de igaz egyébként a többi sportágban is. Azért Talmácsi Gábornak így is örülünk és büszkék vagyunk rá, hogy akkor ennek ellenére ő világbajnok lett. Nyilván a többieknek sem állt rendelkezésre. Hát azt meg nem fogjuk tudni, hogy ha csak újra nem kezd versenyezni valamilyen szenior kategóriában, hogy ezzel a technológia lehetőséggel hova juthatna. De lehet, hogy kipróbáljuk, ez nem egy rossz ötlet. Azért el tudnék játszani a gondolattal, hogy megnézzük még egyszer Talmácsi Gábort egy szenior kategóriában. Hát én szerintem ez egy jó ötlet, ugyanis, hogy meg lesz a MotoGP pálya, akkor megkérjük a Hyundai-nak a vezetőjét, hogy akkor szervezünk egy szenior MotoGP versenyt, egy ilyen első bemutató versenyként, és akkor meglátjuk, hogy Gábor hol tart még a motorsporton. Tökéletes végszó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy itt voltak.